Jó reggelt kívánok 2024. május 29-én, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük, hogy minden kincsünket rád bízhatjuk, mert te vagy az, aki igazából az értékeket adod. Ha te valamire azt mondod, hogy nem fontos, akkor az úgy is van. Ugyanakkor arra is rámutatsz, hogy mi az, ami igazából lényeges, és hogy az örök élet, amely Jézus Krisztus által ingyen, kegyelemből megkapható, a legfontosabb ezen a világon. Hogy veled lehessünk, hogy téged imádjunk és dicsőítsünk. Urunk, a földi idő az egy véges dolog. Néha ezt megérezzük, máskor pedig úgy gondoljuk, hogy mint hogyha végtelen lenne. Köszönjük azt, hogy ez is a te kezedben van. Kérünk, hogy most is te légy közöttünk, és ha jónak látod, add, hogy megértsünk az igédből annyit, amennyi szükséges. Szent Lélek Isten, így kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a Jelenések könyve 10. részéből az első 7 verset a következőképpen. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány. Az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt. Jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. És felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a 7 mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a 7 mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt: pecsételd le, amiket a 7 mennydörgés mondott, és ne írd le. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne lévőket, a földet és a rajta lévőket, a tengert és a benne lévőket, hogy nem lesz többé idő, hanem csak azok a napok, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, és beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta ezt szolgáinak, a prófétáknak. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, folytatódik a Jelenések könyve, amit János apostol Pátmos szigetén látomásban lát, és továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy itt az események nem egymás után, hanem olykor egymás mellett következnek. Visszatér a földre János apostol, és látja azt, amint egy hatalmas angyal. Kicsit nehéz elképzelnünk, ahogyan jön felhőbe öltözve, a fején szivárvány, az arca, mint a nap, lába, mint a tűzoszlop. Kezében egy nyitott könyvecske. Hát nem is tudom, hogyan képzelhetnénk el. Vajon mit tart a kezébe? Talán egy szétnyitható digitális eszközt, egy laptopot, egy iPhone-t, esetleg valamilyen távirányítót. A mai világban egyre gyakrabban látni azt, hogy ha valamilyen rendezvényt hangosítanak, akkor aki a hangosításért felelős, aki állítgatja a potmétereket, már most nem olyan csúszkákat húzogat föl le, hogy állítsa a hangerőt, mint régen, hanem van a kezében egy tablet, és digitálisan vezérli az egész hangtechnikát. Ott indítja el a lejátszandó zenét, állítja meg, és a többi. Nem tudjuk, mi van ennek az angyalnak a kezébe, de hatalmas mennydörgés, a 7 mennydörgés az, amelyet elindít, amely megszólal. És mit mondanak? Titok. Eddig azt olvastuk, hogy Jánosnak az a feladata, hogy írd le, amit láttál, itt pedig kifejezetten azt a parancsot kapja, hogy pecsételd le, és ne írd. Gyerekek szokták egymástól kérdezni, hogy tudsz titkot tartani? Általában válasz az szokott rá lenni, hogy igen. Ha elgondolkozunk, hogy vajon a felnőttek miért nem kérdezik egymástól, akkor az azért van, mert a válasz igazából, ha őszinték vagyunk, az lenne, hogy nem, nem tudok titkot tartani. Nyilvánvaló, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. De vajon mennyire kell, hogy fontos legyen az, ami nem osztható meg másokkal, amit titokban kell tartani? Azt olvassuk, az Úr Jézus figyelmeztet, hogy nincs az a titok, amely le ne lepleződnék,
Ezért a legjobb, ha megvallunk mindent Istennek, ha nem takargatunk semmit sem, ha előtte legalább nem titkolunk dolgokat. Mert ugye vannak titkok, amiket nem tár fel a Szentírás. Már a Mózes 5. könyve, a 28. bocsánat, 29. rész is ezzel zárul. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. A titkok az Úréi. És ez legyen elég. Nem kell mindent tudnunk. Elég, ha csak a következő lépést látjuk meg. Mi a következő lépés? Ezt olvassuk, nem lesz több idő. Az angyal, melyik leszállt, egyik lábával a tengeren, a másikon a szárazföldön, ez kifejezi a teljes hatalom igényt a teremtett világ felett, mert annak a nevében jön, aki ezt a világot teremtette. Leírja szépen Istent. Elmondja azt, hogy aki teremtette a mennyet és a benne lévőket, a földet és a rajta lévőket, a tengert és a benne lévőket. Nem lesz többé idő. Az idő lejár, a világ megáll. Hogy hited mit ér, arról bírád ítél, énekli az utolsó hangos dalban Ákos. Sok igazság van benne. Az idő egyszer megáll, véget ér. Itt arról a kronoszról van szó, amely a folyamatosan telő, múló idő. A szám egyenesnek a vége. Középen Krisztus, akihez viszonyítunk mindent Krisztus előtt és Krisztus után, keresztény ember ezért nem használja azt, hogy időszámításunk előtt, meg időszámításunk szerint, mert Krisztus a középpont, Krisztus előtt és Krisztus után van, és ennek vége lesz egyszer. Ez az az idő. Azt olvassuk, csak azok a napok lesznek majd, amikor még a 7. angyal trombitája fog megszólalni. Most még tart az idő. Most még van kegyelem. Most még lehet Istenhez menni. Ő ezzel a szeretettel hív és bátorít minket egyrészt arra, hogy jól figyeljünk arra, hogyan élünk, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Másrészt arra, hogy amennyire tőlünk telik, tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. A mai napon használd jól az időt, tedd azt is Isten kezébe. És akkor nem csak elmúlik, hanem telik, vele megtelik. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem akarsz felfedni, és jól van ez így. Mindig adsz reményt, Istenünk. Ezernyi titkot tartogatsz, atyánk. Köszönjük, amikor nem kell tudnunk dolgokat, ad, hogy ne vágyjunk arra, ami nem ránk tartozik. Amit viszont tudunk, azt tudjuk hűséggel és felelősséggel megőrizni, úgy sáfárkodni, úgy gazdálkodni vele, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. Így kérünk, áld meg ezt a mai napunkat, kérünk, adja betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást, és kérünk, szüntesd meg minél előbb a háborúkat. Te légy velünk, a te kezedbe teszünk mindent. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!